Brian Tracy nemzetközileg elismert előadó, tréner, tanácsadó és számos nagy sikerű könyv szerzője. A nehezebb utat választotta, amikor kimaradt a középiskolából, és néhány évi kétkezi munkával kereste a kenyerét. 20 évei közepén üzletkötőként kezdett dolgozni, és évről évre lépegetett felfelé a vállalati ranglét rám. Minden általa felelhető ötletet, módszert és technikát beültetett a saját gyakorlatába, és az évek során felküzdötte magát egy több millió dolláros nagyvállalat ügyvezető igazatói székébe. 1981-ben kezdte el másoknak is megtanítani a siker alapelveit. Kezdeben az amerikai Egyesült Államokban tartott előadásokat és szemináriumokat, Ma már a világ 60 országában 38 nyelven olvassák és hallgatják a könyveit és az előadásait. Több mint 50 könyve és 500-nál is több hanganyaga és videóanyaga kapható világszerte. Brian boldog házasságban él, és négy gyermek büszke édesapja. A valódi önbizalom nem a pozitív gondolkodásból ered, hanem a pozitív tudásból. Az a feladatod, hogy olyan határozott és rendíthetetlen önbizalmat építs fel magadban, mely a körülményektől függetlenül mindig sziklaszilárd marad. Minden lehetséges lépést meg kell tenned annak érdekében, hogy a gondolkodásod annyira pozitívvá váljon, hogy bármilyen célt el tudj érni, melyet kitűzöl magad elé. Ehhez elengedhetetlen, hogy bízza képességeidben, és elhit, hogy bármilyen próbát ki tudsz állni, amit az élet csak hozhat. Napóleon hílt idézve: Az emberi jellem és kitartás kapcsolata hasonlatos az acél és a szén kapcsolatához. Szintén ő mondta, hogy az ember életében a sikereket számos próbatétel és gyakran átmeneti kudarcok előzik meg. Amikor emberek úgy érzik, hogy egy bizonyos helyzetből nem tudnak győztesen kikerülni, a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb dolog, ha feladják a küzdelmet. Az emberek többsége pontosan ezt csinálja. Valójában a kitartásod annak a mércéje, hogy mennyire hiszel a képességeidben. Ha szilárd meggyőződésed, hogy a kitartó munkád mindig sikerhez tud vezetni, semmi sem állíthat meg ha sikerül magadban ezt a fajta bizonyosságot megszilárdítani, minden lehetségesé válik számodra. Robert Ringer a Million Dollar Habits, azaz a Millió Dolláros Szokások című bestsellerében azt állítja, hogy a legfontosabb olyan szokás, mely kimagasló teljesítményhez vezet, az az úgynevezett realitás szokás, bár én ezt jobban szeretem a realitás elvének nevezni. Ez az elv összhangban van azzal, melyről olyan férfiak és nők számoltak be, akik valamilyen területen kimagasló eredményeket értek el. A boldog és sikeres emberek jellemzően különösen realisták. Ezek az emberek nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy becsapják magukat. Reálisan szemlélik a körülöttük lévő világot, és nem annak látják, aminek szeretnék, hanem annak, ami valójában. Vannak olyan körülmények az életben, amelyeken nem lehet változtatni, és a céltudatos és sikeres emberek képesek ezeket elfogadni és számításba venni, és úgy szervezik az életüket, hogy számolnak ezekkel. Könnyű vidámnak és magabiztosnak lenni, mikor minden jól megy. De csak akkor derül ki, hogy ez valódi vagy sem, ha magabiztos és előretekintő tudsz maradni, akkor is, mikor körülötted kezd minden összeomlani, az emberek elcsüggednek, vagy akár téged hibáztatnak a nehézségeikért. Ezek azok a helyzetek, amikor kiderül, milyen fából faragtak valójában. A Stanford Egyetem egyik tanszéke széles körben végzett kutatásokat, hogy megtudják, melyek azok a jellemvonások, amelyek megmutatják, kiből lehet jó eséllyel vezető cégigazgató. Több tucat jellemvonás megvizsgálása után két olyan kvalitást találtak, amelyek arra utalnak, hogy a személy képes lesz az általa vezetett céget sikerre vinni egy dinamikus globális versenyben. Az első tulajdonság az volt, hogy a személynek képesnek kell lenni csapatban való munkavégzésre, illetve arra, hogy olyan csapatokat állítson össze, amelyek kiváló teljesítményt tudnak nyújtani. A második jellemvonás esetében nem volt könnyű dolguk a kutatóknak, mert bár ez a kvalitás elengedhetetlen egy vezető szerepet betöltő személyre nézve, nagyon nehezen mérhető. Ez a jellemző pedig az a képesség, hogy krízis helyzetben is megfelelően tudjon cselekedni. Napóleon ezt a hajnali négyes bátorságnak nevezte, amely azt a bátorságot takarja, amellyel akkor is rendelkezel, mikor hajnali négykor kiugrasztanak az ágyból, és nincs rá időt, hogy érzelmileg vagy szellemileg felkészülj egy krízis helyzetre. Ő ezt a legritkább fajta bátorságnak hívta, mert csupán néhány ember tudhatja magáénak. A katonai nyelvhasználatban ezt úgy nevezik, hogy tűzvonalban lenni. Minden katonát, tengerészkatonát katonát és pilótát foglalkoztat a kérdés, hogy vajon hogyan fog tudni helytállni a tűzvonalban. Mert pontosan tudják, hogy abban a helyzetben dől el, milyen a jellemük igazából, és hogy mennyire volt hatékony a kiképzés. Az önbecsülésed és önbizalmad szorosan összefügg azzal az önképpel, ami ott van benned legbelül, mert ez dönti el, hogy mennyire bízol magadban, és abban a képességedben, hogy meg tudsz birkózni bármilyen hirtelen felmerülő nehézséggel, problémával. A jellemed igazi mércéje tehát az a képesség, hogy összetudod szedni magad, ha padlóra kerülsz. Az egyik kedvenc versem Robert W. Service, The Quitter, vagyis a Gyáva című műve. Ennek az egyik bekezdésében a következő áll. Eleged van ebből a játékból? Az nagy kár. Fiatal vagy és bátor. Ragyogó elme. Nehéz volt a sorod, jól tudom. De ne keseregj sorsod fölött. Kejföl, föl, szedd össze erődet és küzdj. Ne légy gyáva. Könnyű feladni és elmenekülni. De emelt fővel megállni, azt már nem tudja akárki. A személyiséged egyik meghatározó eleme, hogy hogyan kezeled a kudarcokat, és mennyire tudsz méltósággal megállni egy próbában. A sikeres és magabiztos emberek nem azok, akiknek nincsenek problémáik, hanem azok, akik egészen egyszerűen a felmerülő nehézségeket nem úgy kezelik, mint általában az emberek. BC Forbes, a Forbes magazin alapítója mondta azt, hogy a történelem bebizonyította, hogy a legnevezetesebb győztesek rendszerint nyomasztó nehézségekkel kerültek szembe, mielőtt teljes diadalmat arattak. Győzelmük titka az, hogy sohasem szekte kedvüket a vereség. Erre te is képes vagy bármennyire is igyekeznek a szüleink gyerekkorunkban megvédeni minket minden bajtól, rossztól, előbb-utóbb nehézségekkel kerülünk szembe a munkahelyünkön, kapcsolatainkban és egyéb területeken. Amikor ilyen helyzetbe kerülünk, két választásunk van. Pozitív, konstruktív hozzáállással reagálni, vagy hagyni, hogy a probléma eluralkodjon rajtunk. Ha tudatosan a pozitív reakciót választjuk, nyugodtak maradunk, és hatékonyan kezeljük az elkerülhetetlen nehézségeket, minden helyzetből tanulni tudunk, fejlődni fogunk, és megerősödünk. Ilyen módon az önbizalmunk és a képességeinkbe vetett hitünk növekszik. Magasabb lesz az önbecsülésünk, jobb lesz a saját magunkról kialakított képünk, pozitívabb lesz a gondolkodásunk. Minden nagy nagyvállalat életében megjelenik a kihívás és válasz körforgása. Ha egy kis cég képes leküzdeni az elkerülhetetlenül felmerülő kihívásokat, kudarcokat, akkor folyamatosan növekedni fog, és egyre nehezebb helyzeteket fog előidézni. Peter Drucker egyszer azt mondta, hogy egy cég addig tud fennállni, amíg elég pénzt tud teremteni a hibái helyrehozására. Egy üzleti tanácsadó becslései szerint minden kisebb cégnek három havonta szembe kell néznie egy olyan krízis helyzettel, amelyet ha nem megfelelően kezelne, a cég tönkre menne. Te és én sok szempontból hasonlóak vagyunk a kisvállalatokhoz. Szerencsére a mi esetünkben egy helytelen reakció nem feltétlenül okoz ekkora károkat, de ha bármi oknál fogva nem tudunk uralni egy nehéz helyzetet, és hagyjuk, hogy az elhatalmasodjon rajtunk, az önbecsülésünk és önbizalmunk csökken, és minimális az esélye annak, hogy a további következményeket elbírjuk. Említettem már, hogy minden, ami történik veled, szorosan összefügg azzal, hogy milyen módon reagálsz az élet eseményeire minden reakciód megmutatja, milyen emberré váltál, és mit tudtál elsajátítani. Aldous Huxley szerint a tapasztalat nem az, ami történik veled, hanem az, amit kezdesz vele. A reakcióid és nem a veled történő dolgok árulják el, ki vagy, és milyen az életed. Ez szorosan összefügg a Stanfordi kutatás eredményeivel, melyek szerint egy vezetői pozíció betöltéséhez nélkülözhetetlen, hogy a személy bizonyítottan megfelelően tudja kezelni a krízis helyzeteket. Igazából, amiről most beszélünk, az bizonyos szempontból maga az emberi jellem. Az kellene, hogy az életed egyik célja legyen, hogy fejleszd a jellemedet, hogy jobb, kifinomultabb, erősebb ember váljon belőled. A jellemet fejlesztése, noha elkerülhetetlen a hosszantartó boldogsághoz és jóléthez, nem olyan könnyű feladat, mint ami ennek elsőre tűnik. Nagy valószínűséggel általában úgy szervezed az életed, hogy mindent megtegyél annak érdekében, hogy minimalizáld, vagy kizárd a lehetőségét a nem várt, illetve jellemzően kellemetlen meglepetéseknek. Az intelligenciádat, megszerzett tudásodat, tapasztalataidat felhasználva úgy alakítod az életedet, ügyeidet, hogy amikor csak lehet, minden kudarcot, kellemetlenséget elkerülj. Feltehetően mindig előre tervezel, és felkészülsz, hogy biztosítsd a dolgok zöggenőmentes menetét a családodban és munkahelyeden egyaránt. Különösen odafigyelsz az egészségedre és a családtagjaid boldogságára ezzel szinte mindenki így van, kivéve azok, akikről úgy gondoljuk, hogy felelőtlenek. Minden igyekezeted ellenére biztosan sokszor fogsz nehéz helyzetbe kerülni, vagy sikertelenséget tapasztalni. A kudarcok hivatlanul jönnek, és olyankor hajlamosak vagyunk elvakulni. Hiába minden erőfeszítés, a kudarcokat nem lehet kiküszöbölni. Ugyanakkor kudarcok nélkül nem lehetséges a fejlődés nem tudsz jobb emberré válni, nem tudod javítani a tűrő képességedet, kitartásodat, elszántságodat. Nem tudsz olyan emberré válni, aki magas szintű önbizalomnak örvend, és meg tud küzdeni bármivel, ami az útjába sodródik. Kudarcok nélkül nincs megerősödés. Ha folyamatosan, tudatosan elkerülöd, vagy kihúzod magad azokból a helyzetekből, amelyek kudarccal járhatnak, sosem lesz olyan teljes és érett a jellemed, mint amire vágysz. Ez egy olyan dilemma, amelyben csak egyetlen választásod lehet. Előre el kell határoznod magadban, hogy bármilyen helyzet is ér, felnősz a feladathoz. Ann Landers nagyon frappánsan ezt úgy fogalmazta meg, hogy ha arra kérne valaki, hogy egyetlen gondolatban foglaljam össze a leghasznosabb tanácsomat az emberiség számára, az úgy hangozna, hogy az élet elkerülhetetlen velejárójaként számíts rá, hogy nehézségekkel fogsz találkozni, és mikor ez megtörténik, emeld fel a fejedet, nézz egyenesen a szemébe, és mondd, hogy én győzedelmeskedni fogok feletted, mert te nem győzhetsz le engem. Frederick Robertson azt mondta, hogy nem a helyzetek határozzák meg az embereket, hanem az emberek kreálják a helyzeteket. Az életedet nem az befolyásolja, hogy milyen események érnek, hanem az, hogy milyen módon reagálsz azokra. Azért is nagyon összetett ez a kihívás-reakció kérdés, mert az emberek válaszreakciójában mindig benne vannak az emberi erények vagy gonoszságok. Azok az erényes emberek, akik jól reagáltak olyan helyzetekben, mikor döntésre került a sor. A többi pedig már történelem. Dr. Abraham Zaleznik Harper az egyike volt azon kevés embereknek, akik a csalódás témáját vizsgálva végeznek kiterjedt kutatásokat. Azt vizsgálta, hogy az emberek hogyan reagálnak a csalódásokra, és úgy találta, hogy szinte pontosan meg lehet mondani valakiről, hogy mennyire lesz majd sikeres, és mire viszi az életben, az alapján, hogy az illető hogyan reagál a csalódásokra, kedvezőtlen fordulatokra. Dr. Záleznik kutatásai alapján rájött, hogy az emberek túlnyomó többsége szellemileg nem készül fel arra, hogy kudarcok fogják érni az életben, és mikor ezek megtörténnek, váratlanul érik őket a kudarcokat megtapasztalva általánosítani kezdenek, és úgy gondolják, hogy mivel nem tudnak eredményesek lenni abban a bizonyos helyzetben, nem is igazán jók abban, amit csinálnak. Azt hiszik, hogy a kudarcok a hiányosságaikat, önbizalom hiányukat jelzik. Könnyen csalódnak magukban, és elveszítik azt a bátorságot és magabiztosságot, amire az előrejutáshoz szükségük lenne. Sok esetben ilyenkor az emberek elcsüggednek, és a többségük végül feladja. Ezután már nem tűznek ki maguknak célokat, és arra koncentrálnak, ami biztos és fix, és nem mernek kockázatot vállalni, vagy új lehetőségeket keresni. Zaleznik felmérése során a győztes emberek egészen másként reagáltak a csalódásokra. Először is már bekövetkezésük előtt szellemileg felkészültek a kudarcokra. Így, mikor azok megjelentek, már volt róla elképzelésük, hogyan fognak reagálni és cselekedni. Minden egyes csalódásra úgy tekintettek, mint egy egyedi esetre, és nem azt a következtetést vonták le belőle, hogy valamilyen területen nem elég jók, vagy hogy valami hiányosságuk van. A legfontosabb pedig az, hogy ezek a kutatásban résztvevő férfiak és nők olyan szellemi eszköztárat fejlesztettek ki magukban, amit automatikusan tudtak alkalmazni, mikor nehéz helyzetbe kerültek. Sok történész úgy tartja, hogy valószínűleg Bonaparte Napóleon volt a legkiválóbb hadvezér az emberiség történetében. Az egész katonai pályafutása alatt, mely 25 évig tartott, több száz kisebb-nagyobb csatát vívott meg, és csupán három esetben került kivesztesként. Napóleon arról volt híres, hogy rengeteg időt szánt arra, hogy egy csata minden lehetséges kimenetelét reálisan végig gondolja, és felkészüljön a lehető legrosszabb esetőségekre is. Mikor egy csata során fejetlenség tört ki, és a hírvivők nagy számban rohantak hozzá, hogy tájékoztassák a helyzetről, és útmutatást kérjenek, mit tegyenek a csatatéren, ő mindig érthető, lényegre törő, és azonnali válaszszal szolgált nekik. Bármi is történt, neki mindig volt a tarsojában egy terv arra a konkrét helyzetre is. Ez azért volt lehetséges, és azért tudott Európa vezetőjévé válni, mert mindig mindent alaposan előre átgondolt. Ez az anyag az önbizalom hatalmáról azért készült, hogy hasznos és gyakorlati tanácsokkal szolgáljon számodra. A következőkben olyan gondolkodásbeli eszközöket mutatok neked, amelyeket társadalmunk leghatékonyabb személyei alkalmaznak a kudarcok kezelésére. Javaslom, hogy rendszeresen gyakorold ezeknek a használatát, amíg automatikus gyakorlattá válnak. Ha így teszel, biztos lehetsz benne, hogy hatalmas előrelépés lesz ez az életedben, és sokkal közelebb kerülsz a céljaid eléréséhez és önbizalmad növeléséhez. Az első lépés ebben a folyamatban az, hogy újra gondold a kudarcokról kialakított képedet és hozzáállásodat. Tudnod kell, hogy a kudarcoktól való félelem, a legnagyobb akadálya a boldogságnak és a sikernek. Ez a félelem egy tanult érzés, következésképp el is felejthető, és így megszabadulhatsz ettől a megkötözöttségtől, és olyan magabiztosságra tehetsz szert, ami segít ezen az úton tovább haladni. A félelem megszüntetésének első lépéseként el kell fogadnod és meg kell értened, hogy a siker nem érhető el kudarcok nélkül. A sikert mindig kudarcok előzik meg, sokszor nagyon hosszú ideig. Abraham Lincoln esetét az egyik legnagyobb politikai kudarcként tartják számon. Elvesztette a munkáját, meghalt a kedvese, és újra és újra elveszítette a választásokat. Minden egyes helyzetből tanult, és kitartásának köszönhetően a végső megmérettetésben győzött, és az egyik legfontosabb és legnépszerűbb elnök lett az Egyesült Államokban. Ahogy Stanley Jant írta, ne félj attól, hogy hibázol, ne pazarold az erődet arra, hogy próbálod helyrehozni a hibáidat. Tanulj a hibáidból, és lépj tovább a következő szintre. Hibázni szabad. Ha nem hibázol, nem is fejlődsz. Csak a hibáink árán tudunk fejlődni, és nem lehetsz sikeres kudarcok nélkül. Egyszer egy fiatal újságíró meglátogatta Thomas J. watson és megkérdezte, hogyan tudna gyorsan sikeresebbé válni. Watson, az IBM alapítója a következő nagyszerű szavakkal válaszolt: Sikeres akarsz lenni? Akkor növeld a hiba százalékodat a kétszeresére. A siker a kudarcok után következik. Minden olyan férfi és nő, aki valamilyen nem mindennapi dolgot hajtott végre, korábban hatalmas kudarcot vagy kudarcokat élt át. A történelemkönyvek kiemelkedő alakjainak élettörténete olyan személyekről szól, akik elégszer hibáztak az életben ahhoz, hogy végül megtanulják, hogyan tudnak sikeresek lenni. Néhány éve a David Susskind showban négy olyan férfi szerepelt, akik mind óriási vagyonra tettek szert 35 éves korukig. Az egyik szünetben arra kérték őket, hogy gyűjtsék össze, majd számolják meg, hány különböző üzletbe vágtak bele, míg megtalálták azt a területet, ahol meggazdagodtak. Átlagban mind a négy férfi 17 különböző vállalkozással próbálkozott, melyekből átlagban 16 sikertelen volt. De a 17. üzlet meghozta az áhított sikert. A kérdés egyértelmű. Ezek a fiatalemberek kudarcot vallottak az első 16 vállalkozásukban? A válasz nyilvánvaló nem. Az első 16 esetben nem kudarcot vallottak, hanem megtanulták, hogyan tudnak még jobbak lenni, és sikeresebbé válni. A korábbi vállalkozások kísérleti terepként szolgáltak, hogy megtanulják, hogyan tudják azt a pénzügyi függetlenséget elérni, amit végső célként tűztek ki maguknak. A huszadik, vagy talán bármely század legsikeresebb feltalálója Thomas Edison, aki egyben az egyik legtöbb kudarcot átélő feltaláló is. Többször vallott kudarcot, mint bármely másik feltaláló akkoriban. Több ezer és ezer alkalommal próbálta megtalálni az alkalmas égőszálat elektromos izzójához, sikertelenül. Még ennél is több kudarc érte, miközben azt a növényt kutatta, amelyből természetes gumit lehetne előállítani laboratóriumaiban, melyeket ma General Electric néven ismerünk, a kor legkiválóbb tudósait gyűjtötte össze, hogy közösen újabb ezer és ezer hibát kövessenek el. Edison tudta, hogy a siker a számok játéka, melynek alapja az intelligens próbálkozás és a nagy számok törvénye. Ha elegendő számú különböző dolgot, elegendő számú különböző módon kipróbálsz, elkerülhetetlen, hogy végül sikerüljön. A kudarctól való félelem miatt az emberek egyre kevesebb és kevesebb dolgot mernek kipróbálni. Ezáltal csökkentik annak az esélyét, hogy valaha is jelentős eredményeket érjenek el. Abban az évben, mikor Babe Ruth, játékos felállította hazafutás rekordját, több ütést vétett el, mint bármelyik másik játékos az évben. Mikor a labda a levegőben volt, minden egyes idegszállal a labdára koncentrált, megpördült, majd a nagy lendület és koncentráció miatt a földre zuhant. Olyan rekordot állított fel, amelyet évtizedeken keresztül senki nem tudott megdönteni, és hatalmas sportlegenda vált belőle. Nem az a feladatod, hogy gondosan és görcsösen kerüld azokat a helyzeteket, amelyekben hibázhatnál, vagy kudarcot valhatnál, hanem az, hogy arra koncentrálj, ami előtted van. Mindig tervez előre, vállalj kockázatot a józanész keretein belül, és tanulj a hibáidból. Zig Ziglar mondta azt, hogy meg lehet állapítani, milyen magas lesz egy épület abból, hogy milyen mély az alapja, a te életed magasságát is az fogja meghatározni, hogy milyen mély a személyiséged alapja. Ez pedig azon múlik, hogy milyen és mennyi hibát követsz az életed során, és mennyire tudsz tanulni belőlük, mert ez a kulcsa annak, hogy milyen emberré válsz. Napóleon Hill azt írja, hogy mikor valamiben elbuksz, tekints rá úgy, mint annak a jelére, hogy valami nincs rendben a tervezéseddel, Gondold újra, és ismét vágj bele, hogy elérd, amit akartál. Dél Carnegie szerint a sikeres emberek azok, akik profitálnak a hibáikból, mert miután hibáznak, megint megpróbálják, csak másodszor másként. A kudarcok kezelésének kiinduló pontja az, hogy úrrá leszel a kudarcoktól való félelmeden, és bármi áron eltökélten törekszel elérni a céljaidat. Beszéltünk már róla, hogy az érzelmeid meghatározzák a döntéseidet és cselekedeteidet. Ha összegyűjtöd a céljaidat, mindent megtervezel a valóra váltásuk érdekében, és folyton ezeken gondolkozol, ez olyan belső mozgatórugóvá válik benned, amely erősebb lesz minden visszatartó erőnél vagy félelemnél minél többet gondolkozol, elmélkedsz a céljaidról, és minél többször vetett papírra őket, annál eltökéltebbé válsz, hogy valóra is válsd azokat, és annál valószínűbb, hogy sikerül leküzdened kicsinyes félelmeidet. A második szellemi eszköz az úgynevezett krízis előrejelzés, amely valójában azt a képességet takarja, hogy értelmesen tudsz gondolkodni. Az agyad a legerősebb eszközöd, amivel a valóságot be tudod fogadni, minden, amit érzel, és minden reakciód annak a függvénye, hogy egyébként hogyan gondolkozol bármilyen témában. Ha változtatsz a gondolkodásod minőségén, változik az életed minősége is. Ez azzal kezdődik, hogy elkezded használni a gondolkodásodat a jelenlegi helyzetedben. A krízis előrejelzés az a gyakorlat, hogy megvizsgálod az előtted álló 6-12 hónapot, és összeszeded, milyen problémák merülhetnek fel az életed azon területein, amelyek fontosak számodra. Ez hasonló ahhoz, amit Napóleon csinált egy közelgő csata előtt. Ha a saját céged van, listáz minden olyan dolgot, ami veszélybe sodorhatja a cégedet. Ha értékesítéssel foglalkozol, vegy számba az összes olyan tényezőt, ami drasztikusan csökkentheti az eladásaid mennyiségét. A családod, vagy akár a családi nyaralások tekintetében szedd össze azokat a váratlan eseményeket, amelyek megtörténhetnek, és megakadályozhatják a terveid, céljaid teljesülését. Egy 11 értékesítőt foglalkoztató cég tulajdonosa észrevette, hogy az eladások 60%-a két értékesítő munkájának eredménye. Ha valamelyikük úgy döntött volna, hogy felmond, vagy átmegy a konkurenciához, a cég teljesítménye drasztikusan visszaesett volna, és lehet, hogy még a cél fennmaradása is veszélybe került volna. Miután ezt a tulajdonos felfedezte, azonnal intenzív értékesítési tréningeket szervezett az értékesítőknek, és ezzel párhuzamosan elkezdett hatékonyabb értékesítőket keresni. Majd az alacsonyabb teljesítményű értékesítőket elbocsátva új csapatot állított össze. Hat hónap múlva egyik értékesítője teljesítményesen haladta meg a teljes értékesítés 15%-át. Mikor a korábbi kulcsfontosságú értékesítők egyiket tényleg felmondott, a cég képes volt túljutni az átmeneti nehézségen, és továbbra is növekedett. Mik azok a lehetséges krízisek, amelyek megtörténhetnek a te életedben? Mi történne, ha a hitelkamatok megduplázódnának, vagy a céget teljesítménye a felére esne? Vagy ha a legjobban keresett termékedet egyszer csak nem vásárolnák az emberek, és a legjobb ügyfeleid eltűnnének? Mik azok a területek, amelyeken a jövőd vagy céged jövője nagyon erősen függ valakitől vagy valamitől? Milyen lépéseket tehetnél mától kezdve, hogy ezekre a krízisekre felkészülj? Meg fogsz lepődni, mennyivel magabiztosabb leszel, ha végig gondolod és megtervezed, mit csinálj, ha valami történik a harmadik szellemi eszköz, segítségével győzelmet arathatsz a kudarcok fölött, és megőrizheted az önbizalmadat az, ha tudod, hogyan reagálj egy váratlan csalódásra. Hadd magyarázzam el, mit is jelent ez. Amikor egy dédelgetett álmod a saját szemed előtt szerte vagy falakba ütközöl, miközben a céljaidat akarod elérni, egy természetes folyamat veszi kezdetét, amit mindenki átél ilyen helyzetekben. Ha felismered ezt a folyamatot magadban, másokon is könnyebben észre fogod venni, és jobban fogod tudni kezelni. Elizabeth Kübler-Ross ezt a folyamatot a halál feldolgozásának öt fázisa néven mutatta be. Pontosan ezek a fázisok jelentkeznek akkor is, mikor egy álom, cél vagy remény halálával, vagy akár csak a lelki békéd megszűnésével kell megküzdened. Az első fázis, amit átélsz, mikor valami nagyon súlyos dolog történik, vagy nem várt nehézségekkel kell szembenézned, hasonlóan egy barát vagy családtag elvesztéséhez, az elutasítás. Egyszerűen nem vagy hajlandó szembenézni a tényjel, hogy ez megtörtént. Ez a leggyakoribb reakció, mikor egy cég nehéz helyzetbe kerül, vagy egy személy karrierje zátonyra fut. Ebben a fázisban nem ismered el, hogy ami történt, az valóság. Ilyenkor szoktuk mondani, hogy ezt nem hiszem el, vagy hogy ez nem történhetett meg. Azonnal bizonyítékokat akarsz, és rögvest fel kell hívnod valakit, hogy megerősítse a hírt. Miután belátod, hogy ez valóban megtörtént, a második fázis a düh. A dühöd általában valamilyen fájdalomból vagy félelemből ered, különösen a bizonytalanságtól vagy az ismeretlentől. A tény, hogy elveszítheted a legfontosabb ügyfeledet, és veszélybe kerülhet a céged, azonnal idegességgel tölt el, és gyakran kirohanásokat okoz. Dühös leszel magadra, az ügyfélre, a konkurenciára. Ez az oka, hogy sok ember kiborul, ha rossz híreket kap. Bármilyen okból adódó csalódás folyamatának harmadik fázisa a vádlás. A gyerekkori élmények természetes következménye, hogy mindig keresnünk kell valakit, akit okolhatunk a történtekért. Kell valaki, akire mutogathatunk, hogy ő a hibás, amiért ez történt. Ha mi magunk okoztuk a problémát, könnyen lehet, hogy a titkárnőnkkel, barátainkkal, vagy talán még a gyerekeinkkel is kiabálni kezdünk. Akárhogy is, a lényeg, hogy valaki más a hibás. A negyedik fázis a depresszió. Jellemzően haláleset után, de bármilyen veszteség következtében hajlamosak vagyunk lehangoltnak, reménytelennek érezni magunkat, és úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a helyzet áldozatai. Önbizalmunk megcsappan, és úgy érezzük, semminek sincs értelme. Ha nem vigyázol, könnyen megeshet, hogy elkezdesz általánosítani, és úgy érzed, hogy azért történik ez veled, mert valami nincs rendben veled, vagy valamire képtelen vagy. Az ötödik fázis akkor kezdődik, mikor pislákoló fény gyúl az alagút végén. Ilyenkor tudsz teljes felelősséget vállalni a történtekért, vagy legalább a saját reakcióidért. Elkezdesz fokozatosan úrrá lenni az érzéseiden. Elfogadod, hogy csalódásért, és nincs értelme olyan dolgokon keseregni, amelyeken nem lehet változtatni. Talán valami olyasmit gondolsz ilyenkor, hogy, nos, amit nem lehet megváltoztatni, azt el kell viselni. Miután elfogadod a helyzetet, és vállalod a felelősségedet, és arra figyelsz, mit lehetne tenni, ahelyett, hogy mi történt, az utolsó fázis veszi kezdetét, ez pedig a cselekvés. Tudatosan a jövőt választod a múltal szemben. Megoldás központúvá, nem pedig probléma központúvá válsz. Azon kezdesz gondolkodni, mi a tanulság számodra ebből a helyzetből, és hogyan tudnád a károkat minimalizálni, miközben a lehető legtöbb lehetőséget kihozod a helyzetből. A filozófus Friedrich Nietzsche híres arról a mondásáról, hogy ami nem öl meg, az megerősít. A pessimizmus, aggodalom és alacsony önértékelés egyetlen ellenszere a pozitív, céltudatos, konstruktív cselekvés a céljaid elérésének irányába. Amint cselekedni kezdesz, az önbecsülésed és önbizalmad újra növekedni fog, és érezni fogod, hogy megint te irányítod az érzelmeidet és az életedet. Nem fogsz kifogásokat gyártani, hanem elkezdesz dolgozni a problémán. Azon fogsz gondolkodni, hogyan tudnád a helyzeted saját előnyödre fordítani. A legfontosabb dolog, amit bármilyen csalódás megtapasztalásakor tehetsz, az, ha megpróbálsz mind az öt fázison végigmenni, olyan gyorsan, ahogy csak lehet. Összefoglalva tehát, a csalódásokat világos célokkal, értékekkel, tervekkel és a gondolkodásod irányításával tudod legyőzni. El kell határoznod magadban, hogy bármilyen nehéz is, kitartó leszel, akármi történik. Észre kell venned, hogy a kitartás a bátorság egyik fajtája. Bátran ki kell tartanod a nehézségek, csalódások idején, és úgy kell a kitartásra gondolnod, mint az a tulajdonságod, amely garantálja, hogy legvégül győzni fogsz. Kelvin Coolidge, az Egyesült Államok korábbi elnöke a témáról úgy nyilatkozott, hogy a világon semmi sem helyettesítheti a kitartást. A tehetség sem. Hisz mi sem gyakoribb, mint a tehetséges, de sikertelen emberek. A zsenialitás sem. Tele van a világ meg nem értett zsenikkel, akik sosem tudnak kibontakozni. A tanulás sem. Hány tanult, de nyomorúságban élő ember vesz minket körül? Egyedül a kitartás és az elszántság számít. A kitartás valójában a cselekvés közben gyakorolt önuralom. Amikor önuralmad gyakorolsz és kitartásra kényszeríted magad, mikor nehéz helyzettel vagy csalódással kerülsz szembe, az önértékelésed növekszik. A kitartás gyakorlásával megerősödsz, és ellenállsz a könnyebb út csábításának. Egyfajta súrlódás keletkezik azáltal, hogy szembe mész a tipikus gyakorlataiddal, és olyan hőt termelsz, amely kikristályosítja a jellemedet egy új, magasabb szinten és ezzel a magasabb szintű kitartással, önuralommal és jellemmel együtt az önértékelésed, önbecsülésed és büszkeséged is nő. A saját magadba vetett hited biztos alapul szolgál az önbizalmadnak, amelyre egy nagyszerű életet építhetsz. Mindenben, amit csinálsz, pozitívabb, optimistább és eltökéltebb leszel, mert ahogy Churchill mondta, soha, de soha nem adott fel. Nagyon hasznos feltenned magadnak a kérdést, hogy mi az én úgynevezett korlátozó lépésem, vagy mi határozza meg, milyen gyorsan tudom elérni céljaimat, illetve hogy el tudom-e őket érni egyáltalán. Az intelligenciád egyik legjobb mércéje az, hogy rendelkezele azzal a képességgel, hogy felismerd a saját korlátozó lépésedet. Ha képes vagy megszüntetni ezt a korlátozó lépést, az azt jelenti, hogy rendelkezel a céljaid eléréséhez szükséges általános kompetenciával. Végigolvasva és végighallgatva mindent, amit a személyes sikerről írtak vagy mondtak, arra a következtetésre jutottam, hogy minden bizonyal az önbizalmat szintje az a korlátozó lépés, amely minden területen jelen van. Korábban már hangsúlyoztam, hogy ha elég önbizalmad van, szinte bármit kimersz próbálni. Mivel a siker javarészt a valószínűség átlagfüggvénye, minél több dolgot kipróbálsz, annál valószínűbb, hogy kiemelkedő dolgokat viszel véghez. Ha több célt kitűzöl magadnak, több dolgot próbálsz ki, és több dologban veszel részt, az esélyed, hogy végül sikeres leszel, jelentősen megnövekszik. Az egyetlen korlátozó lépésed maga az önbizalmad. Amikor eljutsz arra a szintre, hogy teljesen hinni és bízni tudsz magadban, a korlátaid, amelyek körülötted vannak a világban, nem tudnak visszatartani. Amint a belső csatádat megnyered, a kinti csata, mintha magától megoldódna. Az önbizalom fejlesztése az én személyes életemben is fordulópont volt. Azért vagyok ennyire meggyőződve a téma fontosságáról, mert számomra ez hatalmas változást hozott. Az önbizalmam fejlesztése lehetővé tette számomra, hogy koldusból királyfivá váljak, és országos, sőt nemzetközi szinten elismerté legyek, és egy kicsi, egyszobás albérletből, rengeteg adóssággal indulva, egy gyönyörű, tágas házba költözhessek, egy új mercedes a garázsban, a gulföböl partján. A tehetség és ambíció hasznosnak bizonyult, de az önbizalmam fejlesztése nélkül a vele született képességeim parlagon hevernének, mint ahogy hevertek is évekig azelőtt. Mielőtt elég önbizalmam lett volna ahhoz, hogy változtassak, a háttér, ahonnan jöttem, nem volt igazán különleges. Nagy családból származom, három öcsém van, és a szüleimnek sosem volt pénzük. Az apám nagyon jó ember volt, de gyakran nem volt munkája. És emlékszem, hogy mikor kisgyerek voltam, semmit sem engedhettünk meg magunknak. Nagyon korán viselkedési zavaraim lettek. Utólag visszanézve már tudom, hogy csak a neveltetésem ellen lázadtam, de akkor a szüleim nagyon nehezen tudták kezelni a viselkedésemet. Rendszeresen kitettek a tanórákról a magatartásom miatt. Felső tagozatos és gimnazista koromban eltanácsoltak négy iskolából. Úgy kezeltek, mint a legrosszabb magatartású tanulót az iskolában. Én kaptam a legtöbb büntetést, nekem volt a legtöbb beírásom és rossz jegyem, 9., 10., 11. és 12. osztályban. Fiatalon kezdtem dolgozni. Részmunkaidős, majd teljes munkaidős állásokat vállaltam, hogy el tudjam tartani magam, fizessem a saját ruházkodásomat, majd végül megvegyem a saját autómat. Mosogató fiú voltam napi 8 órában egy kis szállodában, 12 és ugyan nem akartam abba hagyni a sulit, az utolsó évben a hétből, hat tárgyból megbuktam. Következő évben befejeztem a tanulmányaimat, és a ballagási ceremónián én is felmehettem a színpadra. Az előttem és mögöttem álló diáktársaim mindannyian megkapták az oklevelüket. Én viszont csak egy eltanácsoló okiratot kaptam. Ez egy olyan dokumentum, amelyben jelzi az iskola vezetősége, hogy a továbbiakban nem kívánnak együttműködni veled, és a jövőben nem szeretnének az iskola tanulói között látni. Míg sok barátom a középiskola elvégzése után egyetemen vagy főiskolán folytatta tanulmányait, én kétkezi munkát vállaltam. A következő években mosogató fiúként, konyhai kisegítőként, üzemekben, gyárakban, építkezéseken dolgoztam. Mikor 23 éves voltam, egy ültetvényen szüreteltem. Volt, amikor kutakat ástam. A huszas éveim közepén még mindig csak sodródtam, és azért, hogy legyen mit ennem, házaltam és irodaszereket árultam. Nem igazán ment. Ezután az értékesítésnél maradva újabb munkahelyet találtam. Emlékszem, az első hónapban rengeteget telefonálgattam, de semmit nem adtam el. Hitelből és a családom, valamint barátaim támogatásaiból éltem. Gyakorlatilag semmim nem volt, ruhám is csak néhány. Se pénzem, se érettségim, se kiváló képességeim, se értékes munkatapasztalatom nem volt. Az életem nem tartott sehová. Eközben azt láttam, hogy a körülöttem lévő velem egyidős fiataloknak jól megy a sora. Építették a karrierüket, saját irodájuk, sőt némelyeknek még alkalmazottjaik is voltak. Sokan megházasodtak, családot alapítottak, házat vettek, és gyönyörű bútorokkal rendezték be otthonukat. Úgy tűnt, nagyszerű életük van. Az első fordulópont az volt, mikor rájöttem, hogy az iskolai problémáim, s az, hogy senkivel sem tudtam kijönni, valójában a személyiségem egyenes következménye. Rájöttem, hogy a boldogtalanságom, frusztrációm, dühöm és gyerekkori élményeim következtében olyan negatív jellemmé váltam, hogy az emberek inkább elkerültek. A második fordulópont akkor jött, mikor rádöbbentem, hogy én vagyok a felelős a saját életemért, és mindazért, ami történik velem. Ha nem vagyok elégedett a fizetésemmel, munkámmal, képzettségemmel vagy a jövőbeli kilátásaimmal, csak rajtam múlik, hogy tegyek ellene valamit. A dolgok nem változnak meg maguktól, a harmadik fordulópontot az jelentette, mikor rájöttem, mennyire fontos, hogy az ember célokat tűzzön ki magának, és egyértelmű döntéseket hozzon arról, hogy mit szeretne az élete összes területén elérni. Amikor először belebotlottam abba a szóba, hogy cél, amelynek az angol megfelelője a gól, azt hittem, hogy valamilyen foci meccsről van szó. A gondolat, hogy ezeket saját magamnak meghatározzam, nagyon távol állt tőlem. Miután az önértékelésem és önbizalmam nagyon alacsony volt, az első célok, amelyeket meghatároztam magamnak, nem voltak nagyon magasak. Olyanok voltak, mint amelyekről a második előadásban beszéltem. A gyakorlatokra inkább úgy tekintettem, mint egy játékra, és nem hittem el, hogy ezek lesznek majd a sikerem alapkövei. Emlékszem, hogy egyszer sok évvel ezelőtt egy barátom szobájában üldögéltem egy nagyon olcsó hotelben. Fogtam egy fecnit, felírtam két célt, mindegyikhez határidőt szabtam, és leírtam, hogyan fogom megvalósítani őket. Nagyon hamar elvesztettem a fecnit, de emlékszem, hogy pontosan 31 nappal később érdekes egybeesések egész sorát követően mindkét célom teljesült, ahogy azt elterveztem és a papírra leírtam. Ekkor 20 éves voltam, de még mindig emlékszem arra az érzésre, mennyire meg voltam döbbenve. Azt gondoltam, hogy valami olyan titkos erő birtokában vagyok, amelyet bármilyen cél eléréséhez fel tudok használni. Nos, három dolgot tanultam. Első, hogy mindig teljes felelősséget kell vállalnod azért, aki vagy, és aki valaha leszel. A második, hogy csak akkor tudsz változtatni a helyzeteden, ha te magad teszel érte, és elsajátítod mindazt, ami a változáshoz szükséges. A harmadik dolog pedig, hogy határozz meg egyértelmű célokat magadnak. Szabj határidőket, és kezdj el azon dolgozni, hogy ezeket a célokat megvalósítsd. A következő néhány évben csak hébe-hóba alkalmaztam ezt a gyakorlatot, de mikor használtam, rendszerint sikereket értem el vele. Az volt a baj, hogy mikor sikerült valamit elérnem, rögtön eltértem a tervezetemtől, és csak a kialakult helyzetre reagáltam, és nem én irányítottam az események alakulását. Számos évbe telt, mire elkezdtem rendszeresen használni azokat a gyakorlatokat, amelyeket ebben a hanganyagban megosztottam veled. Fokozatosan egyre jobb eredményeket értem el, majd egyre kiszámíthatóbbak lettek a folyamatok körülöttem. Évekkel később tanultam meg, hogy az emberek alapvetően hajlamosak arra, hogy évekig keményen dolgoznak, míg megtalálják azt a módszert, amivel sikeresek tudnak lenni a munkájukban, magánéletükben, kapcsolataikban, majd valamilyen abszurd oknál fogva mellőzni kezdik ezt a módszert, és visszatérnek a régi, véletlenszerű viselkedés formához. A lényeg a következő. Utólag visszagondolva megtanultam, hogy az ok, amiért olyan sok frusztráció volt bennem, és folyton eltértem a jól bevált módszerektől az, hogy nem volt önbizalmam. Az eszem mindig azt mondta, hogy ezek a gyakorlatok nagyon hasznosak, de a tudatalattim, vagyis az érzelmeim, múltbeli tapasztalataim raktára folyton azt sugalta, hogy nem vagyok elég jó, és az átmeneti siker valójában nem is az én érdemem. Ahogy a barátom Zig Ziglar mondaná, sikerre lettem teremtve, de bukásra programozva. Kívülről úgy tűnt, hogy szeretnék sikeres lenni, de belül nem hittem igazán, hogy képes vagyok rá. A negyedik fordulópont, és az ok, amiért elkészítettem ezt az anyagot neked, az, hogy rájöttem, bármilyen képességet ki tudok fejleszteni, ha úgy gondolom, hogy az a boldogságomhoz és sikeremhez szükséges. Megtanultam, hogy a szorgalom és ismétlés segítségével le tudom küzdeni, sőt, le tudom győzni a kisebbség és elutasítottság érzését, és fel tudom építeni az önértékelésemet és önbizalmamat, valamint képes vagyok felismerni és megszüntetni a korlátozó lépéseimet. Azáltal, hogy elkezdtem dolgozni rajta, olyan boldog és kiemelkedő teljesítményű emberré váltam, aki mindig is lenni akartam. Azzal, hogy levettem a lábam a tudatalatti fékemről, és átraktam a tudatos gázpedára, felgyorsult az életem. A kulcs vagy gyújtó gyertya a tudatos és kitartó önbizalomfejlesztés és fenntartás. Az összes olyan sikeres ember, akivel beszéltem, vagy akiről olvastam, mind ugyanerre a következtetésre jutott. Sokkal több képesség és tehetség van benned, mint amit valaha is fel tudnál használni egy élet alatt. Te is megnyomhatod a benned rejlő lehetőségek gázpedálját, és olyan sebességre kapcsolhatsz, amit magad is alig fogsz elhinni. A kérdés tehát a következő. Hogyan fogod az életed részévé tenni azt az önbizalmat, ami bármit lehetségesítesz számodra? Nos, hadd osszam meg veled, mi minden a siker alapja. Én ezt úgy szoktam nevezni, hogy a 4D. Az első D a Desire, vagyis vágy. Elengedhetetlen, hogy magabiztos ember akar így lenni. Olyan erős vágynak kell benned működnie, ami túltesz a kudarctól, elutasítástól való félelmeden, valamint a kisebbség érzéseden, és ennek kell a domináns, uralkodó érzelemmé válnia, mely a viselkedésedet irányítja. A második D a döntés. Meg kell hoznod a döntést, hogy egy életem, egy halálom, változni akarok. És tarts ki mellette, míg el nem éred azt a magabiztosságot, ami lehetővé teszi, hogy az legyél, azt csináld és mond, amit csak akarsz. A harmadik D a determination, vagyis elszántság. Amint elkezdesz jelentősen változtatni a tetteiden, a belső iránytűd megpróbál visszaterelni a régi mederbe, és visszahúz a komfortzónádba. Van, hogy a fejlődés csak lassan indul be, és sokszor az is előfordul, hogy egyáltalán nem indul be mindazonáltal te maradj kitartó, és folytasd azt a pozitív és konstruktív irányt, amiről tudod, hogy elvezet ahhoz az emberhez, aki lenni szeretnél. Az elszántságodnak annyira rendíthetetlennek kell lennie, mint az áhított önbizalmadnak. A negyedik D a discipline, azaz fegyelem. Minden siker és kimagasló cselekedet alapja a fegyelem. Ez az a képesség, mely segítségével rá tudod venni magad, hogy azt tedd, amit tenned kell, és akkor, amikor az szükséges, függetlenül attól, hogy akkor épp van-e kedved hozzá, vagy sem. Ha megvan benned a vágy a változásra, elszántad magad, hogy tegyél érte, és elég fegyelemmel bírsz, hogy meg is tedd, a siker és önbizalom garantált. Már beszéltünk róla, hogy az önbizalom a pozitív tudásból ered, mint sem csupán pozitív gondolkodásból vagy reménykedésből. Csak a képességeidbe vetett hitetből vagy szilárd meggyőződésedből eredhet, hogy tényleg tudatában vagy, hogy az önbizalom nem egy cselekedet. Az önbizalmat cselekedetek által lehet felépíteni. Minden átélt siker fejleszti az önbizalmadat és képességeidet a további sikerek elérésére minden olyan szellemi gyakorlat, amelyet végzel annak érdekében, hogy fejleszd vagy erősítsd a jellemedet, az önbizalmadat is növeli. Minden, amit más magabiztos emberek életéből tanulsz és gyakorolsz, javítja az önképedet, növeli az önbecsülésedet és önbizalmadat. A 80-as évek közepén a Gallup közvélemény kutató szervezet minden idők legnagyobb felmérését vitte véghez Amerikában a siker okait kutatva. 1500 olyan nőt és férfit választottak ki, akiknek nevei és életrajzai Marquis Kikicsoda Amerikában című művében szerepeltek, mely Amerika legkiválóbb és legsikeresebb egyéneinek közismert listája. Azt a kérdést kellett megválaszolniuk, hogy véleményük szerint minek köszönhetően váltak ennyire híressé és ismerté. A résztvevők között egyébként Nobel-díjas személyek, egyetemi dékánok, ranglista vezető cégek, tulajdonosai, kutatók, írók, vállalkozók szerepeltek, sőt, volt még egy középiskolai foci edző is, aki nagy hatással volt azoknak a fiataloknak az életére és személyiségére, akiket tanított. Hónapokig tartó felmérések és interjúk után sikerült azonosítani az öt legfontosabb tényezőt, ami a sikerhez és önbizalomhoz szükséges Amerikában az eredmények összhangban vannak minden korábbi felmérés eredményeivel, amit ebben a témában végeztek korábban. Az első és legegyszerűbb kritériuma a sikernek a józanész. A felmérés résztvevői ezt úgy fogalmazták meg, hogy az a képesség, mely lehetővé teszi, hogy az ember megragadja egy probléma gyökerét, vagy egy kérdés lényegét a helyett, hogy egyéb apróbb dolgokon fennakadva elterelődne a figyelme a lényegről. Egy másik megfogalmazás, amit a józan észre használtak az, hogy ez az a képesség, mely segítségével képes vagy tanulni az eseményekből és alkalmazni a megtanultakat a továbbiakban. Talán egy másik szinonima, amit a józan észre használunk, a bölcsesség. Arisztotelész szerint a bölcsesség a tapasztalás és a belső önérzékelés együttese. Sokkal-sokkal bölcsebb vagy, mint gondolod, Igazság szerint a tapasztalataidból kiindulva valószínűleg megvan benned a képesség, hogy sokkal hatékonyabb legyél, mint most vagy. A legtöbb ember esetében az a probléma, hogy egyszerűen nem fordítanak elég időt a belső önérzékelésre. A két legjobb kérdés, amit valaha hallottam a személyes fejlődés témakörében, a következő minden egyes megtapasztalás után, függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív, jázd vissza magadban az eseményeket, elemezd őket, vest papírra, majd tedd fel magadnak a kérdést, hogy mit csináltam jól. Ezután pedig válaszold meg azt is, hogy mit tennék másként. Ha egy papírra összegyűjtöd, hogy mit csináltál jól egy adott helyzetben, azzal felgyorsíthatod a józanész fejlesztésének folyamatát. Ha elemzed minden cselekedetedet, hasonlóan a focistákhoz egy meccs után, meg fogod tapasztalni, hogy nagyon gyorsan fogsz fejlődni. Már azáltal, hogy időt és figyelmet szentelsz saját magad értékelésére, fejlődni fogsz azokon a területeken, amelyekre koncentrálsz. Ha megválaszolod magadnak azt a kérdést is, hogy mit tehetnék máshogy, rengeteg fejlődési lehetőséget fogsz felfedezni. Az a jó ebben a két kérdésben, hogy a válaszok mindkettőre pozitívak és konstruktívak. Ha a teljesítményed pozitív elemeinek szenteled a figyelmedet és idődet, ezek a pozitívumok fognak beékelődni a tudatalattidba, és arra késztetnek, hogy ezeknek megfelelően járj a jövőben. A felmérés eredményének második eleme a szaktudás. Az igazán boldog és sikeres emberek azt csinálják, amit élveznek, és amiben különösen jók. És tisztában is vannak vele, hogy ők ezeken a területeken kiválóak. Addig tanultak, gyakoroltak, míg egyre jobbak és jobbak lettek, majd a környezetük úgy tartotta számon őket, mint kiemelkedő tudású szakembereket. A fejlett és hosszantartó önbizalom legfontosabb eleme az a meggyőződés, hogy te vagy a legjobb. A harmadik közös érték a felmérésben résztvevő sikeres emberekben az önállóság. Azok az emberek, akikre rengetegen felnéznek, általában saját magukban keresik a válaszokat a kérdésekre és a megoldásokat a problémáikra. Ezek az emberek különösen felelősségteljesek. Nem hibáztatnak másokat, és nem gyártanak kifogásokat, mikor valami kellemetlen dolog történik. Úgy tekintenek magukra, mint az életük eseményeinek elsődleges teremtőire. Szívesen vállalnak nehéz feladatokat, és felelősséggel állnak a feladataikhoz. A negyedik sikertényező az intelligencia. A siker és önbizalom kulcsfontosságú előfeltétele az intelligencia. Miután megvizsgálták ezt a témakört, úgy találták, hogy a sikerhez szükséges intelligencia nem feltétlenül az IQ-ban mérhető. Napjaink számos kiemelkedő figurája rosszul tanult az iskolában. Rossz jegyeik voltak. Sokan nem jártak egyetemre, vagy még a középiskolát sem fejezték be. Véleményem szerint az intelligencia valójában az, ahogy cselekszel. Ha bölcsen cselekszel, bölcs vagy. Ha bután viselkedsz, buta vagy, függetlenül az IQ-tól vagy tanulmányaittól. Nos, akkor mit jelent az, hogy intelligensen cselekedni? Az intelligens cselekvés azt jelenti, hogy a kitűzött céljaiddal összhangban cselekszel amikor valami olyat teszel, ami közelebb visz a céljaid eléréséhez, intelligensen cselekszel. De mikor olyat teszel, ami eltérít a céljaidtól, bután viselkedsz. A világ tele van olyan emberekkel, akik bután viselkednek percről percre és óráról órára, mert amiket csinálnak éppen az ellenkezőjéhez vezet, mint amit igazából el szeretnének érni. Ha értékesítésben vagy valamilyen más üzletákban dolgozol, és megtanultad, hogyan bány úgy az időddel, hogy a lehető legtöbb dolgot elvégezd a munkaidődön belül, akkor intelligensen cselekszel. Ha viszont olyan dolgokat csinálsz, amelyek csökkentik a hatékonyságodat és eredményességedet, akkor bután viselkedsz a saját céljaid tekintetében. A lényeg a következő. Bármi, amit teszel, vagy közelebb visz a céljaid eléréséhez, vagy messzebbre sodor tőlük. Nincs olyan, hogy semleges. Mindennek következménye van. Minden, amit teszel, vagy pozitív, és a személyes mérleget pozitív kategóriájába sorolandó, vagy negatív, és a mérleg negatív oldalára tartozik. A nagyszerű élet az az élet, amelyben sokkal több dolog van a mérleg pozitív oldalán, mint a másik oldalon. Ami az önbizalmadat illeti, bármi, amit a céljaid elérése érdekében teszel, úgy hat az önbizalmadra, hogy attól győztesnek érzed magad. Amikor viszont nem úgy cselekszel, hogy az a pozitív irányba visz, vesztesnek érzed magad. Minél többet viselkedsz egyik vagy másik módon, annál inkább szokássá válik az a viselkedésforma. Minél többször érzed győztesnek magad, annál inkább azzá is válsz ezzel együtt pedig nő az önbizalmad és a magadba és a céljaidba vetett hited. Az utolsó kvalitás, amit a felmérés során megjelöltek, az eredményorientált hozzáállás. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy tudod magadról, hogy képes vagy azt az eredményt elérni, ami a te feladatod. A sikeres és nagy emberek jellemzően azok, akikről úgy tartják, hogy bármit véghez tudnak vinni egytől egyig határozott, eredményorientált, cselekvő emberek. Belső késztetést éreznek az azonnali cselekvésre. Az egyik legokosabb dolog, amit tehetsz az, ha fejleszted azt a képességedet, amely segítségével képes vagy megtenni azokat a dolgokat és elérni azokat az eredményeket, amelyek a sikerhez vezetnek. Minél nagyobb eredményeket érsz el, annál jobban növekszik az önbizalmad és önbecsülésed gyakrabban fognak előléptetni, és többet fogsz keresni, mert több és jobb minőségű munkát fogsz elvégezni. Rengeteg állásajánlatot kapsz majd, és nem fogsz a gazdasági helyzettől, visszaeséstől függeni, mert a munkád mindig értékes marad. Azáltal, hogy eredményorientált szemléletmódot alakítasz ki magadban, sikeres és prosperáló jövőt biztosítasz magadnak. Korábban már beszéltem arról, hogy milyen fontos a megfelelő értékeket választani, és minden dolgunkat a köré szervezni, hogy mit tartunk jónak, helyesnek, értékesnek. Amíg minden, amit teszel összhangban van az általad képviselt értékekkel, az önbizalmad szilárd és biztos alapokon marad. Arról is beszéltem már, mennyire fontos egyértelmű célokat kitűznöd magadnak, és eldönteni, mit is szeretnél igazából az életed minden területén. Az egyértelműen megfogalmazott, nagy, fontos vagy kihívást jelentő célok fejlesztik az énképedet és önbizalmadat. Ha megtervezed a feladataidat, követed a terveidet és a figyelmedet hasznos feladatokra fókuszálod, felgyorsul a célok elérésének folyamata, és ezzel egy időben növekszik az önbizalmad. Sokkal jobban fogod érezni magad, ha a munkád és magánéleted során nem a minimumra törekszel, hanem mindig kicsit többet teljesítesz, mint amit elvárnak. Mindig kicsit többet nyújtasz, mint amit kérnek, és mindig egy lépéssel tovább lépsz az elvártnál. Ez növeli az önbizalmadat és a motivációdat, ezért kedved lesz még ennél is többet beleadni. Ha mindent elkövetsz, hogy egyre jobban és jobban teljesíts, növekedni fog a tudásod. És azt fogod érezni, hogy egyre többre vagy képes. A saját magadba vetett hited megerősödik, és egyre inkább képes leszel elérni a kitűzött eredményeket. Ha elkötelezetten törekszel a folyamatos szakmai fejlődésre, napról napra egyre jobbnak fogod érezni magad. Amikor úgy érzed, hogy fejlődsz, erősödik benned a motiváció, hogy egyre több és több célt tűz ki és érj el. Minél többet tanulsz, annál jobban fogsz tudni tanulni, és minél jobban fejleszted magad, annál alkalmasabbá válsz a további fejlődésre. Ha azt látod és tapasztalod, hogy az életed egyre jobb, te is egyre pozitívabb leszel, és azt fogod érezni, hogy a saját sorsod ura vagy, jobban fogod szeretni és tisztelni magad, és nő az önbizalmad. Minden olyan pozitív és konstruktív dolog, amit az álmaid eléréséért teszel, javítja az énképedet és fejleszti az önbizalmadat. Ha odafigyelsz, hogy a gondolataid és tetteid összhangban legyenek a legnagyobb vágyaiddal, céljaiddal, fokozatosan felépíted magadban azt a rendíthetetlen önbizalmat, mely szinte bármilyen cél eléréséhez szükséges. Figyelj a beszédedre! A szavaid legyenek pozitívak mondd el magadban, hogy meg tudom csinálni, meg tudom csinálni, vagy azt, hogy egészségesnek és boldognak érzem magam. Teremts pozitív, inspiráló közeget magad körül. Legyen tiszta képed arról, ki akarsz lenni, és mit akarsz csinálni. Olvas olyan könyveket, amelyek szélesítik a látókörödet, fejlesztik a képességeidet. Hallgass oktatóanyagokat az autódban, vedd körül magad pozitív gondolkodású emberekkel, és kerüld azokat, akik negatívan gondolkodnak. Minden jelentős esemény előtt készülj fel szellemileg. Képzeld el magad abban a helyzetben. Gondolj vissza és élj át újra olyan helyzeteket, amelyekben kimagaslóan teljesítettél. Esténként, mielőtt lefekszel, vedd számba az összes olyan dolgot, amit jól csináltál a nap folyamán, és gondold át, mit fogsz még jobban csinálni ezután. Memorizálj pozitív képeket, gondolatokat magadról. Amikor valami olyan dolog történik, ami kibillent az egyensúlyodból, gondolj a céljaidra, és találj vissza önmagadhoz. Egyszerre csak egy dologra tudunk gondolni, ezért ha a céljaidra koncentrálsz, a gondolkodásod újra pozitív irányt vesz. Ha van lehetőséged eldönteni, hogy az egyszerű és élvezetes, vagy a nehéz, de szükséges lépést választod, szedd össze az akaraterődet, lépj ki a komfortzónádból, és tedd azt, ami közelebb visz a célodhoz. Tudatosan állj ellene a kísértésnek, hogy a könnyebb utat választ. Ne feledd, a komfortzóna az emberi teljesítmény és potenciál ősi ellensége. Csak a kihívásokon és kockázatvállalásokon keresztül tudod rákényszeríteni magad, hogy kilépj a komfortzónádból, és kitold a határaidat, növelve a siker lehetőségét. A bátor és elszánt cselekvés nem csupán tovább növeli a bátorságodat és elszántságodat, hanem az önbizalmadat is fejleszti. Minél többször mersz tovább menni, még ha bizonytalanság vesz is körül, annál könnyebben válik ez a bátor viselkedés szokássá az életedben. Fokozatosan megtanulod leküzdeni a félelmedet, bármilyen helyzettel is kell szembenézned. Nem lesz olyan dolog, amit nem ernél kipróbálni vagy megkockáztatni olyan magabiztosságra teszel szert, hogy maximálisan megbízol a képességeidben, és elhiszed, hogy bármit el tudsz érni, mindegy milyen körülményekkel vagy nehézségekkel találod szembe magad. Mivel a siker a nagy számok törvényén alapszik, bizonyosan sikereket fogsz elérni. Megfelelően viselt gondját a testednek a nap minden órájában. Ha nem vagy megelégedve a külsőddel, kezdj el dolgozni rajta. Határozd el, hogy mindent megteszel, hogy ideális legyen a kondíciód. Viselj hozzád illő ruhákat, és legyél ápolt minden tekintetben. Az én képed nagyban befolyásolja az önbizalmadat. Az én képed pedig annak függvénye, hogy meglátásod szerint milyennek látnak téged az emberek. Fordíts időt rá, hogy olyan külsőd legyen, amiről biztosan tudod, hogy az emberek szépnek találják mert így nagyszerűen érzed majd magad a bőrödben, és az önbizalmad is növekszik. Az utolsó gondolat az önbizalom kapcsán Dorothea Brand nevéhez fűződik, aki 1935-ben úgy fogalmazott, hogy a sikerhez vezető út az, mikor úgy cselekszel, mintha lehetetlen lenne elbukni. És ez így is lesz. Az igazi különbség a győztesek és vesztesek között párhuzamba állítható a cselekvés és passzivitás kapcsolatával. Ez a különbség azok között az emberek között, akik cselekszenek, és akik beszélnek róla, hogy mit kellene tenni, és passzívan szemlélik a körülöttük folyó eseményeket. Talán a legnagyobb feladatod az életben az, hogy cselekvő emberré válj. Az a legfontosabb cél, hogy minden tőled telhetőt megtegyél annak érdekében, hogy bármilyen akadályt leküzdj, és bármilyen magas hegyet megmász, hogy azzá a dinamikus, kitartó, megállíthatatlan és magabiztos emberré válj, aki benned rejlik. És miután az önbizalmadat, mely a legalapvetőbb és legfontosabb része a személyiségednek magas szintre fejlesztetted, minden lehetségessé válik számodra. Ez a hangfelvétel a Guruló Egyetem Kft. kizárólagos tulajdona. A hangfelvétel a kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható, vagy közölhető semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános lejátszást előadásokon vagy tanfolyamokon, bármilyen internetes közlést, rögzítést vagy az információ rögzítés bármely formáját.